A kukoricafosztást játszották és mesélték el a gyermekek és az óvonénika Jókai utcai óvoda péntek délutáni találkozóján. Ez a délután a hagyományőrzés és a közösség építés jegyében telt. Tudtuk meg Romhányi Sándorné óvonőtől, az óvoda egység vezetőjétől. A mi programunk a művészeti neveléssel dolgozó óvodák programjában nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására. A mai délutánon a szüreti mulatságunk került megrendezésre, és a mostani szüretünk a kukorica szüretelésről, a kukorica törésről szólt. A gyerekekkel készültünk mindenféle verssel, dallal, a saját korosztályuknak megfelelően, a kukoricáról, az állatokról, a gyümölcsökről, és mindenféle olyan termésről, amit ősszel takarítunk be. Nagyon jó hangulatot adott a lezárásra, amikor a munka után a mulatság résszel zártuk le, illetve a munka után a pihenés, a fonóban való üldögélés, tanyázgatás során Tótné Mártika mondott egy mesét a gyerekeknek. Ezután a kedves szülőknek és gyerekeknek olyan programokat biztosítunk, ami szintén a régmúlt időket idézi, régi korok játékait, játék készítési lehetőségeit mutatjuk meg, és megmutatjuk a gyerekeknek azt is, hogy milyen volt régen kukoricán térdepelni. Amint látható, tulajdonképpen nagyon sokan vagyunk, élvezik a kedves szülők, mert eszem iszom dínom dánom zárja ennek a mai délutának a menetét. Minden évben megtartjuk, minden évben hagyományként, mikor milyen ünnepkör, illetve mikor milyen versekkel, dalokkal készülünk rá, mikor mit szüretelünk. Ilyen alkalmakból nem csak egy van az évben, az óvonénik érthetően nagy figyelmet fordítanak rájuk. Elég sok szervezett rendezvényünk van. Sajnos az elmúlt rendezvényünk meghiúsult az időjárás miatt. A kedves szülőkkel a vadászházhoz terveztünk autómentes világnapon egy kerékpáros kirándulást. Ez lett volna az a hagyománnyá váló programunk, amikor a kis csoportosainkat befogadjuk az óvodába, és körünkbe tartozónak bemutatjuk a szülőket, bemutatjuk a gyerekeket, de pótolni fogjuk. Ez lett volna az első rendezvényünk, a szüret a második, és nagyon sok olyan rendezvény, programot szervezünk a szülőknek, amikor a munkánkba, a gyerekekkel való foglalkozásunkba is betekintést nyerhetnek, nyílt napokat biztosítunk számukra, munkadélutánokat szervezünk a téli ünnepkörben, tavaszi ünnepkörben, kirándulásokat és egyéb olyan rendezvényt, amikor a szülők is látogathatnak minket. Az óvodában igazi jó közösség alakult ki, a szülőktől nagyon sok segítséget kapnak. Az, hogy itt az együtt dolgozó felnőttek egy igazi kollektívát adnak, és összefogva megsokszorozott erővel teszik a mindennapokban a dolgait, én azt gondolom, hogy ez a szülők felé nagyon jól lejön. Látják a lelkesedést, látják azt, hogy tenni szeretnénk, és nagyon sokan támogatnak minket, és mellettünk vannak.